Hallod, látod már, hogy jönnek nem látom, ezek? Nem látom még őket. Te nem mondtál hát nekik, hogy egyébként 10-től van munkaidő 6-20-ig? Úgy volt megbeszélve, hogy 10 órára jönnek, hogy minden rendben legyen, de hát nem tudom, hogy merre járhatnak még. Nem baj, majd levonják a gázsukból, remélem. Itt kéne már nekik lenniük. Hát de most figyelj, meddig fogunk ezzel szórakozni? Hát azt nem tudom. Hallod, Ildi? Itt azért nagyon hideg van a metróba. Figyelj, azért ez férfi meló lesz. Azt hiszem, mit csinálunk ma itt? Nem tudom, de nem ittam kávét. Valam a metróba le kell menni oda le. Én ittam? Jó napot! Jó napot! Estét, nem? Sziasztok! Sziasztok! Na végre már! Végre már, hogy megjöttetek már itt, vártunk már rátok. Mi itt késtünk? Hát 10-től van 6-20-ig munkai, nem tudom, ezt nem szólt senki sem. Ezt nem mondták menek közben? Súlyosba fog kerülni, csak szólok. Hát gyertek be hozzánk. Sokba. És nagyon sok munka van, úgyhogy minél hamarabb el kell majd, hogy kezdjük sajnos. Az lesz, hogy csinálunk egy éves vízkodoltási gyakorlatot. Az mi abból csinálunk? Egy éves vízkodoltási gyakorlatot az abból áll, mintha lenne az állomáson egy metrótűz. Azt fogjuk. Hát az alagút tűz az kemény, azt tudjuk. Igen. Az a lényeg, hogy ugye a metróban, ha tűz történik, mindenféleképpen az állomásra kell kihozni. Az állomáson már most mit? Lehet az égő metrószerelvényt ki kell hozni az állomásba, hogy tudjuk, az ég. De teljesen mindegy, mert ha bármi történik, az alagútban van tűz, az utasokat ki kell menekíteni, ott nem maradhat benn ember. Tehát azt biztosítani kell, hogy ki tudjanak jönni a jártatok már így? Jártunk egyszer sajnos, ez már nagyon régen volt, akkor még nem volt vízködoltó berendezés. Így bizony, akkor... És akkor mit csináltatok? Futkároztatok ilyen poroltókkal? Vagy nem, hát a tűzoltók jöttek, ott volt bent a kihúzóba, oda tették félre azt a szerelvényt, ami egy ajtóhiba miatt ott égett ki bent. Tűzesethez ugye három dolog kell. Éghető anyag. Oxigén. Oxigén, így bizony, és gyulladási hőmérséklet. Hát itt mind meg volt. Ugye, itten minden meg volt. Adottság, jó. Igen, az adottságok azok. De a porrát azt látom, hogy por is van, a por is megbír gyulladni. Persze. Yes. Tehát sőt, a por az még egy lehető legrosszabb dolog, ugyanis az egy darabig az csak ízzik. Tehát nem nincs, semmilyen tüzet nem okoz, csak ízzik, és amikor kap itt rengeteg vizet oxigén, kell hozzá használni, hogy vissza lehessen hűteni a port, hogy utána tudjon vissza begyulladni. Úgyhogy a mai feladatunk az lesz, hogy hát itt látjátok, hogy van itt ez lent, a fényes cső. Ez a fényes cső itt a igen. sín mellett. Ide kell majd bemenni a sínek igen, ide le kell menni a sínek közé, azokat a fejeket ki kell cserélni próbafejekre, és utána elindítunk egy oltási folyamatot. És ki fog jönni belőle valami? Igen. Ki fog belőle jönni a víz. Azt a mindig. Jó, hogy ezt akkor megnézzük. Igen. Megnézzük. Ennek a karbantartása. Tehát ez egy karbantartási folyamat. De itt tiszta víz lesz minden. Így, bizony. És egy évben egyszer? Egy évben egyszer van egy ilyen éles oltási gyakorlat. Az mostanában most jött. Ez menő mondjuk. Igen. Most ezt így menő melónak érzem. Így bizony. De gondolom, akkor le leszünk kapcsolva. Már le van. Igen. Már le is van, tehát már nem bír jönni, csak mondjuk dízel szerelvény. Dízel, de az se fog jönni, mert vágányzál is megvan hozzá kérve, hogy még az se jöjjön ide. Semmi nem jön. Tehát ez két állomástól tovább nem tud jönni most. Ehhez az kell, hogy meg kell kérni vágányzárt. Tehát, hogy semmilyen vonatközlekedés nem lehet. Hány éve dolgoztok itt? Én 7 éve dolgozok itt. Honnan tudod, volt így 85-ben? 85-ben. Hát az a helyzet nem látszik rajtam. Kösz, hogy ilyen fiatalnak nézek ki, de már éltem már 85-ben, igazából már szakközépiskolás voltam. Igen, és jártál és ezzel. Egy óvatlan pillanatban, igen. És akkor, hogy kukkoltad a berényszer? Nem. Az ott, az milyen szűrű? Nem, azt nem kukkoltam akkor még a csajokat kukkoltuk. Akkor... És te mióta dolgozol itt? Én majd 2 éve lesz hónap végén. Na jó. Hát az se 85. Azt hittem olyan nagy... 85-ben írni meg olvasni tanultam. Még akkor csinálták róla a képet az iskolapadnál. Mi vagyunk a legidősebbek itt akkor? Én kikérem magamnak. Mi 77-es vagyok. Meg 79-es. 69. Én meg nem mondom meg. Nem. Most voltál 18. Na, adjunk a melónak, nem? Ruhát sajnáljátok, mert kicsit koszos lesz. Hát csak de nekem van egy ilyen munkás ruhám, nem? Igen. Na, és akkor mostan oda olyan helyre fogunk menni, ahol dolgozni is fogtok. Jó? Uh-huh. Tehát ezt megmutatom nektek. Hogy két helyiségből fogunk állni, a vízgépház, illetve a pálya. A pályára itt tudunk lemenni, ezen az oldalon. Ez vasból van, ez a fal. Ez vas, nem, ez csak vasburkolat van rajta. Na, helyes. Tehát
Igen. Á, egyébként tehát... gondolkodtam is, hogy vajon olyan hollywoodiasan beugrotok, hogy hát de itt elegánsan kapu van, kérem. Van olyan is. Tényleg? Igen, nyitunk egy mágnes kaput, kérlek szépen, kinyílik. Júj, rendesen félek. Na mennyi? És itt van apája, ezen közlekedik a metró. Itt megy, itt, de kemény. Itt megy. Ez erre nem léphetek rá? Rá lehet lépni, programszőnyeg, nem ajánlatos. Jó, akkor nem. Kicsit csúszik, ugye a porttól. Ez az ominózus harmadik sín, amikitől mindenki ugye azt hiszi, hogy a programszőnyeg a harmadik. Nekem tök az volt mindig, amikor ilyen fiatalon mentem, jöttem a metróba, hogy amikor beesik egy ember, akkor ott minden ráz. De ez nem, régen sem volt így. Nem, tehát semmi az oldalsó részek, amik ráz. Semmi nem ráz, egyedül kérlek szépen, ami ráz, az a harmadik sín, tehát az a sín. Ami egyébként burkolat van. Burkolat van rajta, fölül is, illetve oldalt is. Mondjuk így se úgy éri. Igen, csak tudod, mit mondok? Hogy ez azért mégiscsak baromság oda tenni, mert jobb lenne oda föltenni, mert hogyha beesek, most csak gondolkodok, beesek, jaj, megütöttem magam. És ki akarsz már? Józsi bátyám, segítsen már, jön a metró. Akkor nyilván oda fogok lépni, hogy följön lépjek a felorra, nem? Igen, de az a helyzet, ezért van itt ez az árok, amit úgy hívnak, hogy mentőárok. Tehát, de hogyha beesik az utas, az honnan tűnik? Figyelj, Sanyi, mutatom, beesel, figyelj, ez, hogy nekem miért jöttek folyamatosan filmek az eszembe, és jön a metró, elfekszel, és itt csinálsz. Ennyi. Így és van, vagy nem így van? Átmegy fölötted a szerelvény, úgy ho? Bizony. Érted? Átmegy fölötted a szerelvény. Na jó, ne legyél már ilyen menő hollywoodi. Így van. Hollywoodi nudi. Várjál, mindjárt segítünk. És kidobszod. Igen, és gyere romantikusan, menj csak. Jó, romantikusan. Azért ezt megnézném, amikor metró szerelvényei megy fölötted, szerintem azért ott lenne ám... Drasé. Valószínűleg tartom, ugye senne a jelzőnél, kérlek szépen 50-nel jön az állomásba be. És egyébként, ha itt elfeküdnék, tudti, hogy nem látna engem, vagy ki, valaki lát még itt amúgy? Persze. Be van minden kamerázva. Kiabálnának neki? Igen, sőt, itt is ugyanúgy, tényleg szépen végig figyelmeztetés lenne. És itt van egy infra végig, ami biztonsági sávra figyelmeztet. Azt tudom, az rögtön, amikor így a lábujjad berakod, akkor tessék elhagyni a piros vonalat. A biztonsági sávot kérem szabadon hagyni. Igen, és ha beesik, ó, már mindig. Igen. Ezek a vízködoltó fejek, amik tényleg szépen rendes fejek, és próbafejekre fogjuk kicserélni. Ez azt jelenti, hogy jönnek ugyanilyen fejek ide, ezt kicsavarjuk, annyi a feladat. Kicsavar. És ma a másik. Ide letesz. A próbafejet meg ide visszacsavarják. Be. És cső. És igen. És amikor ezzel készen vagyunk. Akkor vissza. Igen, akkor utána elindítjuk az oltást. És utána lesz visszacserélve az egész. Jó? Na akkor kezdjük el kitekergetni. Várjál. Hányat kell kitekerni? Hát itt itten kérlek szépen 60 darab van. A két vége. 60 darabot ki kell igen, tekerni. A két vége. 2x8 az 16. Tehát ez összesen 76 darab fej. Ez normál esetben ez egy 20 perc alatt megvan. De hárman? Nem, ketten. Hárman. Ketten nem járnák végig az Ildivel szerintem 20 de perc hogy alatt. Nem. Figyelj, Sanyi, lesztek rá idő. Négyen. Legyen, izé, van valami rekordotok? Mi meg igen, 20 perc. Akkor mi 19-re. Szólj, ha megy az idő. Ding, ding, de várjál, még van, így kell majd hozni a fejeket hozzá. Igen, egyet kitekertem, ez volt fél perc. Hát kiszámolod 72 darabra fél perc szerintem. 76. Én kitekerem nektek 10 percen. Úgyhogy itt az a lényeg, hogy mindegyik fej ki legyen tekerve. És csak mellé rakva. Igen, és mellé rakva. Igen. Jó? Úgyhogy ezt lehet kezdeni. Csapathat? És a végénél majd kaptuk egy vödröt, amiben benne leszek a próba fejek. Na, hogy állunk, ifjúság? Én ezt 10 percet kitekerném egyedül. Na, megvannak. Nagyon jó, na figyeljetek, itt vannak a próbafejek. De semmi már különbség nincs. Annyi különbség, hogy azokon van teflon bevonat, ezeken nincs teflon bevonat. A teflon bevonat megvédi a porttól az egész rendszert. Tehát ezt egy 120 bár, ezt lefogja a teflon fejeket, le fogja lőni. Akkor én ezt már tekerjem is. Igen, az már lehet oda a helyére. Tehát rögtön ennek a... Igen, és azért van ez így, kérlek szépen, hogy ugye ezek egy nagyon pici lyuk van rajta. Biztos. Na, ez a betekerés, ez nem az én asztalom. Megfordult a menetirány, már rég kész vagyok, mother. Mi? Balra kell tekerni? Balra, persze.
puszima? Nem fordult meg a meret irány, tekerd be, jobbra. Most ez a... Úgy. Istenem. Benne van? Ez nehezebb, mint kitekerni. Tovább. Na. Következőhöz. Sanyi bácsi előrébb megy, Ildikóka lemarad. Mert Sanyi bácsi lombuli. Itt nem találtatok még a sinek között pénzt, vagy valami értéket? Én megmondom őszintén, én még nem találtam is sosem. Tényleg, sasolj már. Rágogumi van, az biztos. Igen. Egyéb világ. Az a helyzet, hogy igazából ez nem a gépészethez tartozik, hanem ez a pálya, van külön olyan szakszolgáltató pályások, és azok egész mindig üzemzárás után végig mennek a pálya szakaszon. És összeszedik a lét. És összeszedik, igen. Volt itt már olyan, kérlek szépen, hogy valaki telefonját ejtette be, ugye napközben nem lehetett kiszedni, mert ugye olyan helyre esett, ahol ugye persze, hogy a bottal nem lehetett benyúlni, és képzeljétek el, hogy este szóltak a pályásoknak, kivették, másnap jött a delikvens, és úgy, ahogy van, az egészet megkapta. És figyelj, éjszakai műszak. Ti mindig éjszakai műszakban vagytok, hogy váltjátok egymást? Nem, váltjuk egymást. Vannak éjszakai munkáink, ugye az a vízködoltó szokott általában lenni. A vonalban vannak különböző főszellőzők, vonali raktárak, azoknak a karbantartása, az szokott lenni éjszaka, a nappal, meg állomáson főszellőző, tehát minden állomáson van főszellőző, a légkezelők, amik az állomás levegőjét a különböző helyiségekben biztosítják, akkor a folyadékhűtők, az ugye a hűtést biztosítja. Hát a léhűtők. A léhűtők. A léhűtők. És szereted a melón? Szerintem tök jó. Tök jó. Változatos, igen. De melyik részét szereted? Mert azért itt van? Oké, most megcsináljuk ezt, de mit csinálsz még, amikor nem ezt csináljuk? Hogyha nem ezt csinálom, akkor mit tudom én? Csinálok mondjuk főszellőzőt. Tehát egy főszellőző karbantartása. Mindig van valami. Ez egy olyan munkakör, ahol egy előre tudsz tervezni. Tehát tudom egész szépen, hogy dolgozok. Tehát nem túlórázó? Nem, mert nem lehet. Valamikor lehet, például volt, amikor átadták az új szakaszokat, akkor lehetett túlórát bevállalni, mert ott 24 órás szolgálatokat kellett biztosítani, tehát 8 óránként váltottuk egymást, és ugye a biztonságos üzemelés kellett, hogy nehogy véletlenül valami olyan dolog történjen, hogy valami megáll. Mert ugye hát új rész, újonnan átadott, persze készenlétben kellett lenni, ugyanúgy ott voltunk, mint az állomásokon, és ugye csak annyi volt, hogy körbejártuk. Ha valahol gond volt, akkor azt elhárítottuk. És kész. Tehát ebből indult ki a túlóra. Amúgy alapjáraton nem szokott lenni túlóra. Hát egyébként ez egy ritka kincs ma már, amit mondtál. Hát ritkán, ami, hogy tervezni lehet egy munkakörre. Az igen. A másik dolog, ami szerintem megint egy bizonyosan idézőjelben azt mondom, hogy egy jó dolog, kérlek szépen, hogy a fizetési nap az a fizetési nap. Tehát akkor kifizetnek. Itt nincs az, hogy mint egyes cégeknél, hogy mostan csak ennyit kaptam, csak ennyit tudok fizetni, mert a kiadásai mindenkinek ugyanannyi. Igen. Tehát a telefonszámlát, a gyereket, a bármit. Tehát a béret fixezze, azt is mondod, meg azt is, hogy mindig ugyanaz a napon fixem. Így. Ugye nem kell küzdeni azért, kérlek szépen, hogy éjszaka többet fizessenek. Mert ami a munkatörvénykönyvbe le van írva, az Atya Isten, hogy az úgy is lesz. Uh-huh. Tehát kőkeményen be vannak tartva. Ez jó azért, ez igen, pozitív. Igen, illetve ha valakinek olyan dolga van, például otthon lakást felújít, vagy bármi olyasmi, ugye akkor be tud jönni éjszakára, tudunk munkát biztosítani éjszakára, és akkor nappal otthon el tudja végezni azokat a dolgokat. Közben itt már... A lényeg az, hogy itt nincsenek az emberek azért cserélgetve, úgymond, hogy jó, akkor most lecseréljük a társaságot, fiatalítás, nem tudom, mi nem, cégeknél van ilyen? Igen, cégeknél van ilyen. Itt általában itt úgy szokott lenni, hogyha valaki belép legalábbis, én csak a mi közösségünkről tudok nyilatkozni, ha valaki bekerül ide, és egy érdeklődik a itt lévő gépek iránt, illetve úgy áll hozzá a bizonyos dolgokhoz, mert látjátok, tehát ez se egy bonyolult dolog. Akkor azt mondom neked, hogy tehát nagyon nem tud hibázni. Itt, ami a legnehezebb dolog, én azt mondom a mai napig is, nem a gépeknek a megtanulása, hanem igazából az, hogyha kijössz egy állomásra, hogy hol vagy. Akkor a próbafejket behelyeztük, akkor most lemegyünk szépen a vízködoltógépházba. Vízköd? Így bizony, vízködoltógépházba. És elindítjuk a vízködöt. Tehát elindul az oltási folyamat. Utána. Let's go! Utini! Jó, let's go! De jó, én hát amúgy is ott megy. Igen, ott igen. Van. Tiszte? Is ott van. Tiéden is. Hát tiéden még a metró is ott van. Te vagy itt a leg... Én vagyok a metró. A legmenőbb, mi? Hát akkor beérkeztünk a gépházba. Erről azt kell tudni, hogy két
két dolog, amiből összeáll a gépház. Egyszer a szivattyú rész, és a vízellátó ez tartállyal. Ez csak ez a víz témával kapcsolatos gépház? Tehát igen. Ez csak a köd? Ez csak a vízköd. Ez a tűzoltó gépház. Igen, igen. Ez a tűzoltó rendszer azért van, hogyha tűz van a metróba, akkor ez a gépház azért van, így, hogy ezt így, eloltsuk. Így bizony. És ez ugye, mivel két részből áll össze, a vizes részéből, illetve a zónaszelepek részéből. Ez ugye abból áll, hogy a zónaszelepek vannak a pályák, illetve olyan helyiségek, hogy állomási diszpécser helyiség, kábelcsatornák, tűzvédelmi szempontból fontos, mert olyan életi helyekre vannak élet. Effektív tartózkodhatnak emberek, tehát most itt tudom, itt életi teszeden nincs rend 24 órában, mert igen, lejövünk, de viszont itt is tudunk oltani. Itt van fölöttünk, spinkler, ott van fönt egy fej. Igen, mindjárt illetve... Így. Azt ne nyisd azért ki. Ne? Azt ne. Milyen, mi fog történni? Hát vizesek leszünk. De hogy leszel vizes? Tehát itt most nem leszel vizes, az a lényeg. Igen. Azért, azért akkor elzártam. Te elzártam, nem kinyitottam. Igen. De rendes vagy. Úgyhogy tutira mentünk, magunkat ne oltsuk le, ha bármi történik. Mondom, igen. Engem a műszaki dolgok azért szoktak érdekelni, és ez most is így van. Ezek azért nem kicsi villanymotorok. Nem. Ezek nem. És nem kicsik ezek a csövek sem, mert a nagy gépeken szoktak a hidraulika csövek ilyen nagyok lenni. Itt mennyi nyomással tudja a vizet ez nyomni? 120 bárral. Tehát ezt úgy szoktuk letesztelni egy havi karbantartásra, amikor nem oltási folyamat van. Minden egyes szivattyút, vannak itten ilyen karok. Van külön tesztkar, és minden egyes, az a másik oldalról lehet majd látni, mert ugye pont eltakarja a tartály, hogy minden egyes szivattyút megterhelünk 120 bárral. Tehát az azt jelenti, hogy elindítjuk a tesztkart, és akkor itt szépen feltornáztuk az órákra a 120 bárt. Úgy fog működni, hogy ugyanis mivel rendes oltást végzünk, tehát imitált tüzet, ezért kérlek szépen mi egy automata rendszert fogunk elindítani. Tehát az azt fogja majd jelenteni, hogy a 120 bár eléréséhez annyi szivattyú fog egymás után bekapcsolni, hogy odakintve a 120 bár kiküldje. Mert hogy ugye függ arra a pontra, ahol oltani kell. Ahol oltani kell. Mert ugye itt függ attól, hogy milyen hosszú a táv. Nem tudom, hogy egy ekkora távra kellene 120 bárt, vagy mit tudom, 2,5 kilométerre. Tehát akkor több gép kapcsol be. Akkor több víz is kell, nyilván a nyomás. Tehát ez ottan érdekesebb, mondjuk, mondok nektek egy jóat, ahol mozgó lépcsős állomás, meg egy Arany János utca, és ugye a mozgó lépcső gépházban van egy tűz. Tehát ugye akkor nem a pályára fogja, hanem azt a zónát fogja kinyitni, ami a mozgó lépcső gépház. De ez humán nyitás? Ez automatikusan nyitja. Nem, ez automatikusan. Tehát ott érzékeli a füstöt. Meg, itt automatizálva az egész. Itt vannak például a kapcsolótáblák, és automatikusan, itt van ahol érzi a tüzet. Érzi a tüzet, megnyitja, és annyi kompresszor kapcsolódik be, amilyen távolságra volt. Hogyha egyszerre például, most van a pályán, például van a pályán egy tűz, illetve valamelyik kábel alagútba, akkor az azt fogja jelenteni, hogy oda mind a két helyre oltás kell. Tehát érzékelni fogja a tüzet, onnastól kezdve kérlek szépen az a két zónaszelep, ahonnan a tűzjel bejött, az a két zónaszelep kinyílik, és ugyanúgy a 120 bárral elindul az oltás. Ezt nyugodtan le lehet kapcsolni. Akkor ez csak mi pár. Mi most elindítjuk a vizet? Igen, nem, nyugi ezt már. Is nyugodtan el lehet kapcsolni. Jó, mutassam, mi nem, nem, ezt mondom, nem, ez bocsánat. Na, azt mondom, hogy ezt nem szabad. Ez szabad. Na, akkor azt nem érem föl. Gyere már, te törpe vagy, te eléred. Ugye mindenütt motoros zónaszelepek vannak. Fölöttük egy golyócsap, és hogyha esetleg valaki ott a zónaszelepeknél rossz gombot nyom, akkor nem tudjuk leoltani se az üzletet, se a jobb kábelcsatornát. Elhasználtuk ugyanis a bótot. Igen, mert ugyanis fölül elzártunk mindent. Azt mondjuk, ne fogjátok rá a bárdosékre, a holnap a kakaós csigásboltnak annyi. Olyan nincs, de kürtös kalácsos olyan van. Kürtös kalácsos. Úgyhogy ha ő derékig jár a vízbe, az pont azon az akkor oldalon van. Akkor velünk nem találkoztunk. Igen. De nem, várjál, rosszul gondolkodtok, nem így kellett volna. Már most oda kellett volna, mert most sütögetett, azt láttam. Most oda menni, öreg, holnap ki akarsz nyitni? Igen. Akkor most kürtös kalács halmazt kérünk. Ha nem, akkor sajnos lehet, hogy beoltjuk a igen. És akkor adta volna a kalácsokat. Így van, tehát hogyha én itt a jobb vágánytérre neked rányomok egyet, akkor csak. Itt elindul az Atyaisten is. Hát nyomassuk. De én ezt látni akarom. Kiszaladhatok? Kiszaladhatsz, de akár. Ki szeretné elindítani? Én! Jó, mehet. Nagyon hangos lesz? Nagyon hangos lesz, igen. 3, 2, 1, 2, 1. Csak úgy. Annyira nem néz fel. Hopp, kettő! Hát kapcsol mindjárt a kettő. Mindjárt kapcsol.
után megy a köd. Ez nagyon durva. És most gondolod el, csak egy vágánytér. És egy vágánytér, mert ugye innen nem jön semmi. Egy vágánytér és a két függöny. Hát ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Tehát ide bejön a metró, itt elfogy az összes tüzet. Igen. Hát ugye ott benne nem is nagyon kapsz oxigén. Ha most ott lennék bent, akkor már tiszta víz lennék. Az biztos lehet benne. Abba biztos lehet. Tehát ha most ott állna valaki, az már... Az vizes lenne, igen. Az a helyzet, ha múlt héten jöttetek volna, ebből hógolyók lennének. Jó, de itt most meg is mosunk. Ez kuripálja le. Igen, jó, hát azért, a másik oldal. Szerinted a másik oldal az milyen? Ugyanis, mivel innen nem jön víz, ugye, csak ja, onnan, tényleg. Tehát a másik oldalon, ott még vizesebb. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a brigád, ez egy rohadt jó brigád, és nagyon-nagyon, hát viccesek vagytok, meg látszik, hogy azért szerettek együtt dolgozni. Persze. Ez egy jó pár ide, már együtt, hogy szokták mondani, hogy húzzuk egymás idegeit. Igen. És igen, ezért van, lecsapódik a végén, ugye? Igen. Ki tudjuk adni magunkból. Uraim, köszönjük, hogy itt lehetünk. Nagyon szívesen, köszönjük az elismerést. Tek, legalább megismertétek azt is, hogy ugye azért a metró utazáson kívül, kérlek szépen, azért vannak háttérmunkák, van ami amit köszönünk nektek. De tök jó volt, tehát ez nagyon érdekes. Nagyon.